Hargita Zsolt vagyok, a Magyarországi Novellirodától jöttem, és egy saját fejlesztésről, a ZenUI-ról, Zen User Interface nevű programról, illetve általában a virtualizációs technológiáról, virtualizációs technológiákról szeretnék egy előadást tartani itt az elkövetkező fél-háromnegyed órában. Gondolom többé-kevésbé ismert a Novella, mint régi szoftvergyártó cég, tulajdonképpen a SUSE felvásárlásával került be a nyílt forráskódú körforgásban. Vagyis igazából történelmileg azért ez kicsit hamarabb volt, tehát a Novella különböző technológiákat elkezdett támogatni a 90-es évek végén Linuxos környezetbe, és 2003, amikor felvásárolta a Novella SUSE-t, akkor kezdtünk el igazán a nyílt forráskódú világban, nyílt forráskódú fejlesztésekben részt venni, azóta támogatunk különböző nyílt forráskódú projekteket, és azóta dolgozunk különböző ilyen projekteken, különböző fejlesztéseken, és nagyon sok ilyen nyílt forráskódú projekten dolgoztunk itt Magyarországon is. Tulajdonképpen Magyarországon úgy néz ki a Novella iroda, hogy van egy kisebb kereskedelmi csapat és egy nagyobb konzultációs csapat, és ott a konzultációs csapat tulajdonképpen három részre tagolódik. Van egy csapat, amelyik a hagyományos novelles termékekkel foglalkozik, van egy, amelyik a biztonsági termékekkel, és van egy, amelyik Linuxos területen dolgozik, és nyilván foglalkozunk SUSE Linux Enterprise Server alapú rendszerek kiépítésével, de emellett számos más termékkel, megoldással, szolgáltatással foglalkozunk, és így kezdtünk el tulajdonképpen a virtualizációval is foglalkozni, és így jutottunk el oda, hogy egy kis eszközt is elkezdtünk fejleszteni, amelyik a virtuális gépeknek a menedzseléséhez, kezeléséhez úgy gondoljuk, hogy hasznos. Egyszerűen beleszaladtunk olyan igényekbe virtualizációs projektek kapcsán, amikre nem találtunk igazán alkalmas eszközt, se a novelles portfólióban, se a rendelkezésre álló open source-os termékek területén, és ezért vágtunk bele tulajdonképpen ebbe a fejlesztésbe. Nézzük akkor röviden, hogy miről is szeretnék beszélni. Tulajdonképpen itt három dologról szeretnék pár dolgot elmondani. Kicsit általánosságban bevezetésképpen magáról a virtualizációról, virtualizációs technológiákról, főleg annak kapcsán, hogy mi hogyan jutottunk el a Zenhez, tehát mi miért ezzel foglalkozunk, egy kicsit erről egy pár gondolatot szeretnék elmondani. Utána magáról a felügyeleti eszközökről, milyen eszközök állnak rendelkezésre, milyen technológiák vannak ezen a területen, és szintén ugye arra kitérve, hogy akkor mi hogy jutottunk el arra, hogy végül is elkezdtünk fejleszteni egy saját eszközt, és az előadás harmadik részében pedig ezt a saját eszközt szeretném bemutatni, ezt a Zen User Interface nevű szolgáltatást, illetve programot. Tehát nézzük az első területet, a virtualizációt. Kicsit általánosságban beszélnék arról, hogyan is néz ki tipikusan a virtualizációnak, mint technológiának a bevezetése általában, illetve mi hogyan látjuk, hogy a magyarországi piac hol tart ezen a területen. Ugye mint minden új technológiának a bevezetése ugye különböző lépcsőfokokban történik, és itt ez az ábra, ami mögöttem található, ez a Forrester nevű piackutató cégnek egy ábrája, amiben azt próbálja taglalni vagy bemutatni, hogy milyen fázisok van lehet különböző virtualizációval kapcsolatos szolgáltatásokat bevezetni, egy teljesen alap szintől kezdve, amikor egy-két gépet virtualizálunk valamifajta virtualizációs technológiával, egészen addig, amikor már az összes rendszerünk virtualizált és minden teljesen automatizáltan működik. Mi azt látjuk, hogy a magyarországi piac valahol a második lépés, vagy talán a harmadik lépés körül tart. Ugye, ha megnézzük ezeket az egyes lépéseket, ugye az első lépés, amikor elkezdünk ismerkedni a virtualizációval, elkezdjük használni, egy-két gépet telepítünk, tesztelgetünk, egy-két nem túl kritikus alkalmazást virtualizálunk. Ugye a második lépés az, amikor szerintem azért a cégek túlnyomó része a Magyarországon itt tart, hogy a virtualizáció már egy központi stratégia, foglalkozunk vele, az új szolgáltatásokat szinte kivétel nélkül virtualizálta hozzuk létre, és már elkezdünk kritikus alkalmazásokat is virtualizálni, és kritikus szolgáltatásokat is virtuális gépekre tenni. Bár sok helyen még csak az van, hogy a kevésbé kritikusokat, vagy amelyek nem annyira kritikusak, azokat virtualizáljuk, és az igazán kritikusokat, tehát mondjuk a nagy tömegben
futtatott szolgáltatásokat virtualizáljuk, de az igazán kritikusakat még nem. Tehát valahol ezen a területen van tulajdonképpen a magyar piac, és a további lépések az, amikor már teljes körű felügyeleti rendszereket, teljes körű automatizálást is mellé rakunk tulajdonképpen. Ez nyilván a nagyobb rendszereknél érdekes elsősorban, tehát kisebb hálózatoknál, kisebb rendszereknél, ahol pár fizikai gép van, és egy-két vagy egy-két tíz darab, tehát mondjuk tízes nagyságrendű virtuális gép, ott igazából ez a harmadik, negyedik lépés annyira nem érdekes, vagy nincs annyira létjogosultsága, de mondjuk telkos szolgáltatóknál, pénzügyi szervezeteknél, nagy cégeknél, ahol ugye több száz vagy akár ezer gépről is beszélünk, vagy szolgáltatóknál akár több ezer gépről is beszélünk, ott azért olyan mennyiségű eszközről van szó, ahol mindenféle extra management funkciók, illetve automatizálási funkciók lényegesek. Ugye a harmadik lépés az, amikor szinte már mindent virtualizálunk, és már a virtuális gépeknek egyfajta életciklus felügyeletét is bevezetjük, tehát hogy az igénylést, jóváhagyást, elindítást, leállítást, tehát egy komplexebb menedzsment szolgáltatást rakunk mellé. És a negyedik lépés, amikor már teljesen automatizáltan történik mindennek a kezelése, tehát mondjuk akár már egy üzleti egység is el tud indítani egy ilyen igénylést, és automatizáltan elindul tulajdonképpen, akár az informatika beavatkozása nélkül mindenfajta irányelv alapján elindul egy ilyen rendszernek a bevezetése. Tehát valahol ez a piackutatók szerint egy ilyen jellegű lépéseken mennek át mondjuk a nagy cégek, és mi a magyarországi piacon még a nagyvállalatoknál is azt tapasztaljuk, hogy inkább valahol ott a második lépés körül tart ez a piac. Erre majd vissza fog térni erre az ábrára, ez az érdekes, mert emiatt vagy valamilyen szinten a magyar piac, illetve a kinti nagy cégeknek a virtualizációs szokásai vagy állapota egy kicsit más, és hiába vannak nekünk eszközeink, nagyon jó eszközeink mondjuk a utolsó lépéseknek a lefedésére, nekünk, mint Novellnek ebbe az esetben most azt értem, hogy a magyarországi piacon nem azokra van igény, hanem inkább az egyszerűbb rendszereknek a kezelésére, ezért kellett valahol egy saját eszközfejlesztésébe fognunk. De erről majd még fogok egy pár szót beszélni a későbbiekben. Pár dolgot a virtualizációs technológiákról. Ugye nagyon sok virtualizációs technológia létezik a piacon, alapszolgáltatásban ezek több éve kevésbé hasonlóak, itt fölraktam párat. Ugye egyrészt a különböző nyílt forráskódú technológiákat, Zen, KVM, QEMU, User Mode Linux, illetve VMware, Hyper-VM, nyilván a VMware-nek, illetve a Microsoftnak a virtualizációs technológiája. Az alapvető szolgáltatásokat, hogy a virtuális gépek futtatása, elindítása, leállítása, nyilván mindegyiket támogatják, tehát ilyen szempontból a nagyon nagy különbségek nincsenek. A mellé adott szolgáltatásokban viszont már viszonylag lényeges különbségek, ugye nem véletlen, hogy azért a VMware ennek a területnek a piacvezető technológiája, pont azért, mert egy komplett keretrendszert és nagyon sok extra szolgáltatást ad a vCenter komponens révén. Mi megvizsgáltuk itt a különböző szolgáltatásokat, mi itt a Magyar Iroda, illetve a Novell is, mint, illetve a Sosem, mint cég, és tulajdonképpen a Zen, illetve a KVM volt az a két technológia, amit mi támogatunk. Most itt anyacég szinten gondolok arra, hogy a Novell, mint cég tulajdonképpen mind a két technológiát támogat, mind a kettőnek valamilyen szinten részt vesz a fejlesztésében, elsősorban a Zennek a fejlesztésében egyébként, és de mondjuk a Sosem Linux Enterprise Server, mint a Novellnek a mint szervere technológiája, Linux technológiája, az tulajdonképpen mind a kettőt támogatja, illetve ugyanúgy az ingyenes változata is. Ugye mind a kettő elérhető jelleg a Linux kernel részeként, most már a Zen is gyakorlatilag teljes egészében a Linux kernel része, szép apránként belekerült az is, annak ellenére, hogy eredetleg ugye a KVM volt az, amelyiknek inkább nagyobb a publicitása ezen a területen, de gyakorlatilag mind a kettő teljesen egyenértékűen támogatott. Mind a kettő mögött állnak cégek, a Zenre épül ugye a Citrixnek a Zen Server terméke, illetve a Novell is elég intenzíven támogatja, a KVM mögött pedig elsősorban a Red Hat fejlesztői erőforrásokkal. Tehát tulajdonképpen ilyen szempontból a két technológia többé-kevésbé egyenértékű, mind a kettőt támogatja, nagyon sok disztribúció van, amelyik csak az egyiket, van amelyik mind a kettőt, de tulajdonképpen mind a kettő elég elterjedt és támogatott. Mi ahogy megnéztük, fölraktam egy ábrát a zenes
a Zen nekünk virtualizációs technológiának a működéséről. Azért raktam igazából ezt föl, mert talán azt próbálnám itt elmagyarázni, hogy mi miért a Zen mellett, illetve miért a Zen új mellett döntöttünk itt a helyi konzultációs, helyi szinten itt a konzultációs részlegünkkel, tehát miért ebbe a technológiába investálunk elsősorban. Annak ellenére mondjuk a SUSE szerverbe tulajdonképpen, amivel mi elsődlegesen foglalkozunk, ugye mind a kettő benne van. Ennek elsősorban az az oka, hogy sebességbe, illetve tehát sebességben ez a technológia lényegesen gyorsabb, mint bármelyik más virtualizációs technológia, és az elsősorban ennek a speciális hypervisor rétegnek köszönhető, ami az embe be van építve tulajdonképpen, vagy amit betöltődik először tulajdonképpen a fizikai hardware-re. Ugye a VMware is szokott beszélni a hypervisorról, meg ezt a hypervisort, illetve a hostot, mint két terminológiát sokszor keverve használják a különböző helyeken, de igazából hypervisor egyetlen egy létezik a piacon magának a szó eredeti értelmében, és ez pedig a Zen-nek a hypervisora. Nevezetesen az, hogy betöltődik a fizikai gépre egy speciális réteg, ami semmi mással nem foglalkozik, csak a virtualizációnak az optimális kezelésével. Minden más technológiánál egy oprendszer töltődik be, amibe bele vannak fordítva bizonyos modulok. Ez így van a VMware-nél, így van a KVM-nél, így van az összes többi technológiáknál. Általában egy Linux töltődik be, és a Linux kernelbe bele vannak fordítva bizonyos dolgok tulajdonképpen, amelyek a virtuális hostként való működést definiálják. Itt a nagyon nagy különbség az, hogy itt nem egy általános célú operációs rendszer töltődik be, hanem egy speciális, nagyon pici pár tíz kilobájtos réteg, ez a zenes réteg, ami tulajdonképpen semmi más nem csinál, mint a hardware erőforrásoknak ahhoz való hozzáférésnek az ütemezését szabályozza. Tehát tulajdonképpen egy ilyen speciális réteg nullás gyűrűbe fut, és ez az, ami a virtuális gépeket kezeli, és ami az érdekes az, hogy a kvázi a Zennél levő, a Zen technológiában a többi gép, a többi terminológiában a host terminológiát használják arra, ami tulajdonképpen az operációs rendszer, amelyik menedzseli az egész virtuális környezetet. Az a Zennél az itt van, a DOM0 az kvázi a host, és az összes többi gép, amik a vendégoperációs rendszerek, azok érdekes módon mellette vannak. És pont ez a technológiának a lényege, ezért gyors ez a technológia, mert nem az van, mint az összes többi rendszernél, hogy van egy host operációs rendszer, ami kezeli a hardware-t, és valahol ott fölötte futnak a vendégoperációs rendszerek, és a vendégoperációs rendszerek tulajdonképpen a hoston keresztül érik el a hardware erőforrásokat. Tehát ha én most bármelyik más technológiáról beszélnék, KVM, VMware, akkor ezeket a kis dobozokat itt jobb oldalra fölé raknám, és ezen a teljes oprendszeren keresztül, tehát a host operációs rendszeren férnek hozzá a gesztek a fizikai gépnek az erőforrásaihoz. A Zen viszont egy teljesen új architektúra, hogy annak idején a Cambridge Egyetemen dolgozták ki, ugye, aki a Zen, azok a fejlesztők, akik utána ugye elindították ezt a Zen projektet, teljesen speciális módon működik a történet, mégpedig úgy, hogy paravirtualizált operációs rendszerek vannak, például van egy paravirtualizált Linux, vagy van egy a Netware-nek, mi megírtuk a paravirtualizált változatát a Netware 6.5-nek, és ezek egy oly módon lettek ezek az oprendszerek módosítva, hogy tudják azt, hogy nem egy általános célú driverként működnek, nem egy általános célú driveren keresztül érik el a hardware erőforrásokat, hanem egy speciális, nagyon pici kis paravirtualizált driver van tulajdonképpen itt betöltve Linuxba, illetve a Netware-be is, és azok úgy vannak betöltve, hogy az oprendszer, mivel az paravirtualizált oprendszer, tud arról, hogy alattól nem egy fizikai eszköz van, hanem egy virtuális eszköz, és ez semmi más nem csinál, mint egyszerűen ide ennek a drivernek átdobja egy nagyon gyors, speciális buszon keresztül, ennek a drivernek közvetlenül bedobja a csomagokat, és nem az oprendszeren keresztül éri el ezeket az erőforrásokat, hanem itt ezen a gyors buszon keresztül, amit a hypervisor biztosít, azon keresztül, egy gyors buszon keresztül eléri tulajdonképpen a DOM0-nak a fizikai driverét, és azon keresztül meghajtja a hardware-t. És ez az, amiből adódik az, hogy ez a technológia borzasztó gyors, és ha összehasonlítunk egy bármilyen más technológiájú virtuális gépet egy Zenen futtatott virtuális géppel, nagyon-nagyon nagy különbségek vannak, és pont a hálókártya, illetve a disk
drivereknek a sebessége adja ezt a nagyon nagy különbséget, és ebből az architektúrából adódik, hogy egy ilyen speciális architektúrával működik egyedülálló módon. És tulajdonképpen mi ezért emiatt a technológia miatt kezdtünk el ezzel a... Tehát emellett tettük le itt Magyarországon a Voxot, tehát ezzel csináljuk azokat a nagy virtualizációs projekteket, amiket csináltunk itt az elmúlt években, telco szolgáltatóknál csináltunk nagy projekteket, bankoknál csináltunk nagy projekteket, és ezeknél a projekteknél ezt a virtualizációs technológiát, az NS virtualizációs technológiát használtuk, és gyakorlatilag ez a fő ok, ami miatt ezt használtuk, hogy egyszerűen sebességben lényegesen többet nyújt, mint a többi technológia. Beraktam itt egy fóliát a saját termékünkről is, hogyha itt kicsit a reklám helyéről egyetlen egy fóliába kitérhetek a SUSE Linux Enterprise szerverre, ami Enterprise Linux disztribúciónk tulajdonképpen, amit ajánlunk az üzleti kritikus alkalmazásoknak a futtatására, ugye a Novell-nek van az OpenSUSE, ami egy teljesen ingyenes disztribúció, illetve van az Enterprise Linux, ami egy előfizetéses disztribúció. Ami a virtualizáció kapcsán még érdekes, hogy nekünk van egy együttműködésünk, nagyon szoros együttműködésünk van a Microsoft-tal, illetve a VMware-rel annak kapcsán, hogy az előbb beszéltem az alapvirtualizációs technológiáról, az N-ről, ami ugye a virtualizációs környezetet biztosítja, és a másik oldala a történetnek, ahol mi még intenzíven dolgozunk, az a guest operációs rendszereknek az optimalizálása. Tehát ha valaki mégse Zen-t használ, vagy választ, hanem mondjuk VMware-en virtualizál, vagy Microsoft Hyper-V-en virtualizál, ami még egy egyedi dolog a Novell-nek a disztribúciójával kapcsolatban, tehát a SUSE Linux Enterprise szerverrel kapcsolatban, hogy egyrészt optimalizálva van a VMware ESX-re is, meg a Microsoftnak a Hyper-V-re is. A VMware ESX-re ugye van egy speciális VM interfész, amire összesen két op-rendszer van, ami optimalizált, Windows nem optimalizált, Red Hat sem optimalizált, Enterprise disztribúció közül egyedül vagy Enterprise op-rendszerek közül egyedül a SUSE, amelyik optimalizált erre a technológiára, és a Hyper-V-nél is ugye Microsofttal van egy viszonylag szoros együttműködés különböző területeken, nem biztos, hogy egy open source konferencián annyira népszerű, de én azt gondolom, hogy ez egy hasznos összességében az open source világ számára is egy hasznos történet, hogy mondjuk a dokumentumformátumok kapcsán együttműködik a közösség, illetve a Microsoft, ezáltal mondjuk egy LibreOffice, OpenOffice, Microsoft Office kompatibilitás erősebb, hogy management területen együttműködnek, hogy címtárak fejlesztése kapcsán van együttműködés, én azt gondolom ez összességében egy hasznos dolog. Mindegy, a lényeg az, hogy itt ezen technológia segítségével, az úgynevezett Perfect Guest-nek hívjuk mi, SUSE Linux Enterprise az a disztribúció, ami szerintünk a leghatékonyabban működik, mint op-rendszer virtualizációs környezetben. Tehát én azt gondolom, hogy ha csináltok virtualizációs projektet, érdemes minél több szolgáltatást SUSE Linux Enterprise szerverre rakni, mert egyszerűen hatékonyabban használja. Függetlenül ha VMware, ha Hyper-V mindegyik környezetben hatékonyabban működik, tehát mondjuk egy Oracle-t fel akarok rakni, jobban fog futni, mintha Red Hat-re raknám, vagy jobban fog futni, mintha Windows-ra raknám. Tehát tulajdonképpen ennyi a történet, tehát mondjuk egy ugyanarra vasra föl tudok rakni mondjuk 10-et, míg a másik kettő op-rendszernél csak 6-8-at mondjuk. Tehát tulajdonképpen ez a történetnek a lényege, hogy emiatt érdemes ezt használni. Illetve még egy dolog, amiért érdemes ezt megfontolni, az, hogy egyedi nagyon kedvező áron lehet hozzájutni, tulajdonképpen fizikai gépenként kell egy előfizetést vásárolni a SUSE és virtuális gépnél, tehát ha mondjuk mit tudom, van 3 erős vasunk és fut ezen 50 Linux szerver, akkor összesen 3 darab előfizetést kell vennünk, 80 000 forint per év áron tulajdonképpen, tehát nagyon-nagyon minimális költséggel lehet Enterprise Linux disztribúciót képíteni egy ilyen környezetben. És akkor nézzük a felügyeleti részt, ami ugye a második része lenne ennek az előadásnak. Ugye a virtuális kiszolgálóknál itt pár egyszerű fólián van csak, ami többé-kevésbé azért nyilvánvalóan triviális, tehát azáltal, hogy nagyon nagy sűrűségű, tehát nagyon, ugye a blade-eknek a bevezetésével ugye rengeteg workload-ot, rengeteg szolgáltatást raktunk nagyon kis helyre, ugye a virtualizáció lehetővé tette, hogy minden szolgáltatást kvázi külön környezetben, külön op-rendszeren futtassuk, és így annyi
workloadunk, annyi oprendszerünk, annyi környezetünk lett, hogy gyakorlatilag áttekinthetetlen az, hogy ebbe a regben, a különböző gépeken mi hol fut, hogyan működik, és nyilvánvaló, hogy szükség van egy felügyeleti eszközre, amivel alapszolgáltatásokat tudunk végezni, monitorozzuk ezeket a rendszereket, elindítjuk, leállítjuk, újraindítjuk, konfigurációt módosítunk, illetve ehhez nyilvánvaló praktikus egy jogosultságkezelés egy nagyobb cégnél, ahol mondjuk nem két ember kezeli ezeket a virtuális gépeket, hanem mondjuk egy 10 fős csapat, akkor nyilván kell ehhez egyfajta management felület, ahol ezeket szépen lehet kezelni, illetve hát nyilván a teljesítményadatoknak a begyűjtése is rendkívül fontos. Milyen szoftverek vannak a piacon erre a területre? Ugye vannak komplett megoldások, ugye a Citrixnek az N-szervere, vagy a VMware-nek a vCentere, ami ugye egy komplett keretrendszer vagy infrastruktúra, ugye ad egy környezetet, amiben ezt szépen integráltan lehet kezelni. De mondjuk nem szeretnénk egy ilyen komplett rendszert, akkor nem nagyon van olyan menedzsment felület, amivel ezt szépen lehet kezelni. Van egy parancsori alkalmazás, amivel ezt lehet menedzselni. Ugye az XM az csak zenes virtuális gépeket menedzsel. Van a Virs, ami a LibVirten keresztül ugyanazzal a parancsorral tulajdonképpen többfajta virtuális gépet menedzsel, de igazából inkább parancsori felületet biztosít mind a kettő. És ezért ennek az úgynevezett LibVirt API-nak a felhasználásával mi kifejlesztettünk egy ilyen környezetet, ami tulajdonképpen elsődlegesen ugye az virtuális gépeknek a menedzselésére szolgál, de hosszú távon az a terv, hogy más virtuális gépeket is fogunk támogatni, illetve működtetni. Ugye ez a LibVirt felület úgy működik, hogy ugyanazzal a parancssal gyakorlatilag el tudunk indítani egy mondjuk egy zenes, meg egy KVM-es virtuális gépet is, tehát ugyanazzal a technológiával kvázi lefordítja arra annak a környezetnek a nyelvére, amit használunk. És akkor nézzük a Zenuit, magát a terméket, amit mi kifejlesztettünk. Ugye visszatérek el az ábrára, amivel kezdtem, hogy a Novell egy multinacionális cég, és nagyon sok termékünk van virtuális gépeknek a menedzselésére is, de igazából ezekre a menedzsment funkciókra, amikről itt beszéltem, hogy gépek elindítása, leállítása, monitorozása, stb., azokra igazából nekünk itt vannak megoldásaink, Operations Center, meg Cloud Manager, tehát ezeken a területeken, ami a nagyon bonyolult, nagyon szofisztikált rendszereknek a menedzselésére szolgál, ha már mindent automatizálni akarunk, meg irányelvekkel alapon menedzselni, de azt tapasztaltuk, amikor a magyarországi piacon igazából nem erre volt szükség, hanem arra, hogy van mondjuk 50 virtuális gépen, vagy 100 virtuális gépen, ott ül 5 ember, aki monitorozza ezeket a gépeket és menedzseli, és ezeknek kell egy felület, hogy ezt az 50, 100, vagy lehet, hogy 500, lehet, hogy 1000 virtuális gépet, most attól függ, hogy mekkora a rendszerekről beszélünk, azok áttekinthetőek legyenek, és be tudjuk állítani azt, hogy egy felületen keresztül ezeket tudjuk monitorozni, elindítani, áthelyezni, és beállítani, hogy kinek minden jogosultsága van. De tulajdonképpen valahol ehhez a felülethez kellett menedzsment termék. Ide vannak nekünk menedzsment megoldásaink, ezzel a PlaySprint termékcsaládalétől, hogy felmérjük a környezetet. Tehát ez tulajdonképpen felmérés és migrálás, amivel mi tudunk foglalkozni. Tehát felmérjük azt, hogy milyen a hardware park, és adunk rá egy optimalizálást, hogy melyik gépre melyik virtuális gépet telepítsük, illetve a migrálásban tudunk segíteni, hogy mondjuk a fizikairól átmigrálunk virtuálisra, vagy a virtuálisról visszamigrálunk fizikaira, vagy egyik virtualizációs környezetről a másikra. Tehát ilyen megoldásunk van, de pont nem volt a Novell termékpalettán egy ilyen eszköz, és így kifejlesztettük ezt a felügyeleti eszközt, ami egy teljesen webalapú megoldás, Java, JavaScript támogatás kell hozzá, tulajdonképpen bármilyen böngészőben működik, és ezeket az előbb felsorolt alapszintű szolgáltatásokat támogatja. Mellé raktunk egy jogosultsági rendszert, ami egy saját felhasználó adatbázist, vagy egy LDAP kiszolgálót támogat, és felhasználókhoz, csoportokhoz tudunk tulajdonképpen szerepköröket rendelni, és egy rugalmasan gépnév, felhasználó, felhasználói csoport, stb. Alapján tudunk különböző szolgáltatásokat rendelni a felhasználókhoz. Tehát ha mondjuk egy van nagyobb rendszer, különböző emberek adminisztrálják, akkor lehet mondjuk a Windowsos gépeknek a nevében benne van mondjuk a Win szótöredék, akkor az összes Windowsos géphez tudok jogot adni mondjuk ennek a három rendszergazdának, aki mondjuk a Linuxosokat
alkalmazza abban a nevébe benne mondjuk egy Lin szótöredék, akkor az összes Linuxos géphez tudok neki jogosultságot adni, mondjuk a wildcardok segítségével. És itt van, hogy milyen jellegű jogokat tudok adni, elindítás, leállítás, hardware módosítás, statisztikáknak a lekérdezése, konzol hozzáférés, tehát ezeket a jogokat tudjuk tulajdonképpen, vagy ezeket a szolgáltatásokat tudjuk biztosítani ezen a felületen keresztül, és egy LDAP címtár, Open LDAP, Novelli Directory, Active Directory, bármi címtár lehet, azon keresztül abból tudjuk venni a felhasználókat, és tudunk adni hozzá jogosultságokat ezekre a rendszerekre. Milyen egyéb szolgáltatásai vannak még? Teljesítményi adatokat gyűjt a rendszer a különböző virtuális gépekről, IO leterheltség, hálózati interfészek, processzorok leterheltsége, és ugyanezt a fizikairól, illetve a virtuálisról is összegyűjti ezeket az információkat. Tehát körülbelül ez a, itt tart jelenleg a termék, és a további fejlesztések, tehát tulajdonképpen maga a termék az úgy fejlődött ki, hogy volt két nagyobb projektünk, és ott ezen két projekten mi azért, hogy ez a projekt sikeres legyen, tulajdonképpen kifejlesztettük ezt a terméket, és most úgy látjuk, hogy most elkezdtünk dolgozni több céggel együtt, ahol szintén van igény egy ilyen jellegű megoldásra, és most termékesedik kvázi a megoldás, tehát mivel most újabb projektek indultak, újabb igényekkel, ezáltal eljutott ez a fejlesztés olyan szintre, hogy tulajdonképpen így mint termék, vagy mint termék is elérhetővé válik, vagy megjelenhet a piacon, hogy ez milyen formában fogjuk kirakni, ez igazából, vagy elérhetővé tenni, ez még nincs eldöntve, de tulajdonképpen azon a szinten áll már, hogy egy termékesedett tulajdonképpen a megoldás. A most futó projektek kapcsán elsősorban ezeket a funkciókat tervezzük belerakni, virtuális kiszolgáló migrálása, létrehozása, telepítése, illetve a hardware konfigurációnak a módosítása, tehát tulajdonképpen ezeket a szolgáltatásoknak a fejlesztése van még folyamatban. És akkor beraktam pár képernyő képet, hogy néz ki. Igazából nem a, tehát maga a felület az egy viszonylag egyszerű felület egyelőre, tehát igazából ebből nagyon nagy design dolgokat nem raktunk egyelőre bele. Tulajdonképpen most ugye egy 1.0-as verzióról van szó, ami mint mondtam, a két projekt kapcsán lett tulajdonképpen kifejlesztve, megmutatom, hogy mik azok a szolgáltatásokat, amiket tud a termék. Tehát ugye zenes virtuális gépeknek a menedzseléséről van szó. Meg tudjuk nézni, hogy milyen DOM nulláink vannak, tehát milyen futató környezeteink vannak. Itt ezen a kis demo rendszeren itt tulajdonképpen két fizikai vasunk van, azon fut egy-egy kis DOM 0, ez a mi belső rendszerünk tulajdonképpen, ahonnan ezeket a képeket én kiszedtem ezeket a képernyőképeket. Itt a mi saját rendszerünkben mondjuk nincsen túl sok, tehát két fizikai gép van, ugye ez két DOM 0-át jelent. Látszik, hogy minden felületnél aktívak a linkek, tehát egyszerűen csak tovább kell kattintani a megfelelő fizikai gépről a virtuális gépre, a virtuális gépről a fizikai gépre szépen ide-oda lehet kattintani, megmondja az alapadatokat, hardware konfigurációt, IP cím, memória méret, stb. Szabad memória méret, fizikai memória méret. Ki tudjuk listázni az egyes az elérhető virtuális gépeket, ezeket sorba lehet rendezni prioritás szerint, processzor terheltség szerint, DOM 0 szerint, tehát szépen be lehet rendezni azt, hogy milyen gépeink vannak. Az egyes gépekhez tudok rendelni prioritást, tehát meg tudom nézni, hogy csak azokat a gépeket jelenítsen meg mondjuk, vagy sorba rendezem prioritás szerint, tehát mondjuk olyan fontos gépeket jelenítse meg nekem ott a képernyő tetején, és a képernyő alján jelenítse meg a többieket. Tehát tulajdonképpen itt, ami látszik, az egyes futó virtuális gépek, hogy azok le vannak-e állítva, vagy el vannak-e indítva, és ott vannak különböző teljesítményadatok, processzor, diszk, hálókártya, terheltség tulajdonképpen egy ilyen áttekintő ábrán, hány memóriát
vagy mekkora memóriaterületet rendeltünk hozzá a virtuális géphez, és mekkora mennyi CPU-t használ tulajdonképpen, illetve a prioritással tudunk beállítani, ez egy fontos szolgáltatás, vagy egy kevésbé fontos szolgáltatás, és nyilván itt is úgy működik, hogy az egyes virtuális gépet ki tudom választani, és akkor annak a virtuális gépnek a részletes adatait meg tudom nézni, tehát be tudok menni a virtuális gépbe, illetve vissza tudok menni az alap futtató környezetbe, a DOM nullába. És itt vannak a parancsok, amiket végre tudok hajtani, tehát el tudom indítani. Nyilván a nem futógépeknél egyetlen egy parancs van, ami megjelenik az elindítás. A futógépeknél le tudom állítani, újra tudom indítani, illetve tulajdonképpen ki tudom törölni a virtuális gépet. És minden egyes virtuális gépet ki tudok választani, és utána, amikor a virtuális gépet kiválasztom, és pontosan, amit kinagyítottam, a kicsit jobban látszódja, hogy milyen parancsok állnak rendelkezésre. Reset, shutdown, destroy, illetve ki tudom választani az egyes virtuális gépeket. És az egyes virtuális gépeknél, amikor bemegyünk, akkor tulajdonképpen egy statisztikát tudok lekérdezni. Van egy infolap, ahol tulajdonképpen a gépnek az alapadatait le tudom kérdezni. Van egy konfigurációs felület, ahol a magának a virtuális gépnek ugye a konfigurációja az XML-ben tárolódik, itt az a konfiguráció érhető el, és tehát ennek a virtuális gépnek a konfigurációs állománya az, ami elérhető és kezelhető. Itt visszamegyek egyet, akkor egy konzolképernyő az, ami szintén elérhető a virtuális gépnek a konzolképernyőjébe, be tudok menni, és ott nyilván értelemszerűen konzolparancsokat tudok kiadni, illetve van egy statisztikai képernyő, ahol pedig annak a gépnek a legfontosabb paramétereit, CPU, diszk, illetve hálózati forgalomnak a használata az, ami lekérdezhető. Tehát ezek az alapszolgáltatások, amiket el tudok végezni, illetve van egy adminisztrációs felület, ahol ugye, ha több üzemeltető van, több rendszergazdánk van, akkor hozzájuk tudunk jogosultságokat rendelni. Mi létrehoztunk alapszerepköröket, adminisztrátor, aki gyakorlatilag mindent tud csinálni, konzol user, hardware-t módosítható, elindítja, leállítja, illetve csak statisztikákat tud lekérdezni. Az egyes szolgáltatások ugye a szerepkörökhöz vannak rendelve, és tulajdonképpen a szerepkörökbe tudok betenni felhasználókat, illetve tehát a felhasználó szerepkör gép hozzárendelést tudom rugalmasan elvégezni. Tehát ezek a szerepkörök, és ezeket tudom tulajdonképpen felhasználókhoz rendelni. Egyrészt fixen, hogy egy adott felhasználó milyen szerepköröket érhet el, ez általánosan igaz az összes virtuális gépre. Van egy olyan lehetőség, hogy wildcarddal ki tudok választani virtuális gépeket, tehát be tudok állítani egy másfajta jogosultsági kört egy adott géptípusra. Tehát azt mondom, mondjuk egy felhasználónak le tudja kérdezni a statisztikát az összes gépnél, mondjuk a Linuxos gépeknél kap konzoljogot, és egy darab Windowsos gépnél pedig, mit tudom én, még hardware állítási jogot is kap. Tehát tulajdonképpen egy ilyen rugalmas jogosultságkezelési struktúrája van. Tehát alapvetően nem egy nagyon bonyolult szoftver, de pont ez volt valahol az a piaci igény, amit mi azt láttuk, hogy ilyen nagyon nagy megoldások vannak, de ez erre az egyszerű szolgáltatásra, hogy grafikus felületen keresztül, bárhonnan elérhetően, az alap dolgokat jól menedzselhetően lehessen csinálni, erre igazából nem találtunk jó megoldást, és az ügyfeleink se tulajdonképpen, és ezáltal adódott az, hogy egy ilyen projekteket tudtunk csinálni, és egy elkezdtük kifejleszteni tulajdonképpen ezt a terméket, aminek a segítségével olyan környezetekben, ahol viszonylag sok virtuális gép van, nagy az informatikai csapat, akkor ezeknek egy nagyobb informatikai csapat egy nagyobb mennyiségű virtuális gépet hatékonyan tudjon kezelni. Tehát körülbelül ennyit szerettem volna elmondani. Ha van valamilyen kérdés, akkor szívesen válaszolok rá, illetve van egy standunk innen a B terem előtt, van egy noveles sus és standot is, hogyha bármilyen kérdésetek van, akár ezzel kapcsolatban, akár bármilyen noveles sus és termékkel kapcsolatban szívesen válaszolunk rá. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, nem tudom, van-e kérdés most? Hát konkrétan, ha adott
tehát projekt szinten be tudjuk árazni, vagy akármikor elérhető, meg tudunk rá valami önmagába a terméket, szolgáltatással együtt adni. Egyelőre, mivel még csak ilyen pár darabszámú projektben volt, tehát nem árasztuk be úgy, hogy akkor ez most ennyi legyen, vagy hogy legyen. Az is egyelőre nem open source maga a technológia, azon is gondolkodunk, hogy esetleg csinálunk egy nyílt forráskódú változatát, meg egy enterprise változatát, de egyelőre ebben még nincs döntés. Tehát mondom, ez ilyen szinten áll, ahogy egyelőre beszéltünk. Tehát hogyha megmaradunk csak magyarországi területen, nagy cégeknél, akkor akár ez a fajta modell is működhet, ha ebből szeretnénk egy szélesebb körű történetet, akkor valószínűleg az open source-os, illetve az enterprise modell, tehát ez a kettős modellnek a kialakítása lenne értelmes, és akkor én azt gondolom, ennek lenne, ez piacképes lenne bárhol tulajdonképpen, tehát szélesebb körben, de igazából ez még nincs eldöntve, hogy hogyan lépünk ebbe tovább. Nem, ez igazából ez egy saját fejlesztés, ez a Magyarországi Konzultációs Részleg fejlesztette, ez igazából egyelőre csak tőlünk érhető el. Tehát egyelőre ilyen projektek kapcsán egyedi árazással, mondjuk ezt tervezzük, hogy... Esetleg, mert ugye láttam, hogy a BMW-sel egy nagy szószat használó, ugye tervezés rendszerint, de vannak olyan szoftverek sajnos, ugye tehát ilyen desktop, ugye tervező szoftverek, amik csak Windows-os, és hogyha itt szeretnék egy virtuális gépet, akkor azért egyedi árazása vagy konzultációval akár jelenleg is. Persze, egyedi konstrukcióval bármilyen abszolút ez holnaptól vagy a hétfőtől elérhető, meg használható is, tehát mondom, már vannak rá projektjeink, ahol ez így működik. Ez a része nincs még eldöntve, hogy egy árlista, termék, akkor ingyenes változat, nem ingyenes változat, tehát ez ilyen szinten nincs még termékesítve. Ugye néztük az ábrát a felépítés, a működési elvéről a szembe, akkor ezek szerint a biztonsági szempontból, akkor maga az a Send User Interface az, ami ahol beállíthatok mindenféle jogosultságot, mert itt ugye azt mutatta, hogy ugye gyakorlatilag meg van kerülve az op-rendszer, tehát nem az ottani szisztembeállítások adnak egyfajta védelmet, akkor ezen a felhasználófelületen keresztül hagyják meg a biztonságát? Hát igazából az önmagában így a biztonságot nem, nyilván az egyéb beállítások is kellenek, hogy ez biztonsági szempontból is teljesen lezárható legyen. Itt inkább a funkcionalitáshoz való hozzáférés az, amit menedzselünk. Nyilván akkor az egyéb elérést azt le kell zárni, hogyha ha azt mondjuk, hogy ezt ne lehessen megkerülni. Elég sok helyen ugye azt is tapasztaljuk, hogy ugye az is egy divat, hogy ugye azért használunk egy virtuális gépet, hogy közvetlen fizikai változások megkövetkezhessenek, illetve először onnan kelljen kitörni, hogy a célgépet megtámadják. Ön itt meg azt mutatta az ábra, hogy nem egy jobb rendszer van, ahol fut egy virtuális gép és abban a vendég, hanem ugye egy valami párhuzamos rendszer mutatott az ábra, hogyha jól értem. Hát igazából az a zenes ábra, az magáról a zen technológiáról szól tulajdonképpen. Az igazából csak azt próbálta demonstrálni, hogy a maga technológia mitől gyorsabb, mint más virtualizációs technológiák. Igazából ott a biztonsági részlet ez annyiból nem kötődik. Itt a kettőnek a kombinációval lehet biztonsági beállításokat csinálni, tehát bekonfiguráljuk a magákat, a gépeket is, hogy ki mihez férhesse hozzá, illetve a felületet biztosítjuk, és akkor a felületen meg megint csak tudunk egy ilyen menedzselést állítani. Egy párhuzamos beállítással, hogy ennek gyakorlatilag. Igen. Jó, akkor köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, és jó étvágyat a szedéshez.